A Dana vihar hatalmas pusztítást okozott több kelet-spanyolországi településen, emiatt a közlekedés számos helyen megbénult. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék településeket tett megközelíthetetlenné, köz- és vasútvonalak váltak teljesen járhatatlanná. A legtöbben Valencia tartomány különböző településein vesztették életüket. A 21. század eddigi legnagyobb esőzése sújtotta Valencia környékét. A helyi beszámolók szerint több holttestet még keresnek, az utcákon pedig továbbra is zajlanak a mentések. A heves esőzések és az erős szél miatt több közlekedési járatot töröltek, sokat pedig átirányítottak a valenciai repülőtérről más városokba. A vasúti forgalom Madrid és Valencia keleti kikötője között teljesen leállt. A spanyol média arról számolt be, hogy Valenciában több tucat ember töltötte az éjszakát autókban, valamint háztetőkön, hidakon, ahol várták a mentést. A katasztrófának van olyan túlélője, akit munka közben sújtott a villámárvíz. Egy Valencia melletti kis település benzinkútján dolgozom. A folyó teljesen leszakította az ajtókat, és én is itt töltöttem az éjszakát, a benzinkutat teljesen ellepte a víz. Egy polc tetejére tudtam felmászni, ez volt az egyetlen dolog, ami a túlélésemet segítette, a benzinkút pedig teljesen eltűnt a víz alatt. A legsúlyosabb balesetek éjjel és hajnalban történtek. A katasztrófa védelem munkatársai drónok segítségével keresték az eltűnt embereket. Egész éjjel ott maradtam, hajnali 1:30-kor kezdtem a műszakomat. Az éjszakát ott töltöttem lényegében egy csapdába ragadva. A környező autókban lévő emberek felmásztak az autójukra, nem tudtak mit tenni. A spanyol meteorológiai szolgálata a valenciai régióban piros riasztást rendelt el, egyes részeken pedig a másodfokú riasztás lépett életbe. Utakat zártak le, amik a visszavonásig érvényben lesznek, ugyanis a hirtelen becsapódott vízmennyiség váratlanul érkezik. Rövid időn belül kezdett el zuhogni, először csak a város egyik területén, majd folyamatosan haladt tovább a többi részére is. A nagy vízfolyam mindent elöntött, majd kevés időn belül elérte a derék magasságot. Házakat és autókat tüntetett el a lezúduló vízmennyiség. Többen váltak egyik napról a másikra hontalanná. Az apósom még háza megsemmisült, a víz a derekamig ért. Egész éjjel nem aludtunk, nem találjuk a kocsinkat, nem tudjuk, hogy hol van. Katasztrofális volt. Ráadásul ez a terület lényegében medencévé változott, így nem volt mód a víz kivezetésére. Nagyon rossz volt. Bementem a teraszra, a házunkba, amik teljesen megteltek, lényegében sárral. A heves esőzéseket a Dana nevű hidegcsepp jelenség okozza, ami jellemzően ősszel és tavasszal alakul ki. A veszély azonban nem csak Spanyolország keleti részét, hanem már a déli fekvést is sújtotta. Itt Andalúziában, ugye ez egy keleti vihar, itt Andalúziában ez egyáltalán nem szokott lenni. Most viszont nagyon úgy tűnik, hogy igazából így ebből a térségből indult meg Valencia felé, pedig ugye ez alapvetőleg csak Valenciában szokott lenni. És igazából azóta folyamatosan esik az eső, ezek a nagy villámlások meg dörgések, amikkel indult ez a történet, ezek megszűntek, viszont nagyon-nagyon lehűlt a levegő, tehát estére akár ilyen 10-12 fokra is lehűl, úgyhogy mi ugye több mint egy éve élünk itt, és erre nem voltunk felkészülve. Az elmúlt években több katasztrófa köthető a Danához. 2012-ben összeomlott egy autópályahíd, akkor 7 ember halt meg. A 24 óra alatt lehullott legnagyobb csapadékmennyiség rekordja azonban 1987-re vezethető vissza, akkor 817 mm esett a valenciai Olivában.